Tisztelettel köszöntöm Önöket. Túl vagyunk egy nagy-nagy nemzeti ünnepen. Szokásos, ahogy ezt megszokhattuk az utóbbi, hát minimum 15 évvel. Ha valami volt, akkor az a gyűlölet. Tehát ezt ebben megegyezhetünk, több volt, mint a kokárda. Hát erről is fogunk beszélni, meg nem véletlenül van itt az EU-s logó. Az EU-nak a sajtószabadságról vannak gondolatai, ami hát nem biztos, hogy találkozik a itthon éppen regnáló hatalom gondolataival, de majd ezt is átbeszéljük. Karafiát Orsolyával. Jó estét! Csintalan Sándorral. Dévényi Istvánnal. És Puzsé Róberttel. Már itt magunk között megoszlanak a vélemények az első témával kapcsolatosan. Az a tegnapi ünnepség, illetve az ott szereplőkkel kapcsolatosan, de nem megyek a dolgok elébe, majd mindenki elmondja a magáét. Ami biztos, és ami nekem itt, mint műsorvezetőnek, hát meg mint állampolgárnak, sőt nem műsorvezetőnek, ez egy hülyeség, mint állampolgárnak rendkívül visszatetsző és fáj, az, hogy mindannyiunk miniszterelnöke gyakorlatilag hát hadat üzent. Az itt ülőknek biztos, de azt gondolom, hogy a előttem ülők nagy részének is. Hát gyakorlatilag ez a, aki nem velem van, az ellenem van, hallottuk már ezt a történelem folyamán, ez azt jelenti. Tehát szerintem ez egy kicsit keményre sikeredett, de hát nyilván nem véletlenül. A másik, amit én így előre bocsátanék, az Magyar Péter zászlóbontása. Szerintem nagyobbat durrant, mint azt vártuk. De hát nem tudom, Pista, kimentetek végül? Családdal? Igen? Jó, hát akkor mindenkinek, ami, ahogy gondolja a tegnapi március 15-éről, ami eszébe jut. Én csak egy mondatot ehhez a hadüzenethez tennék hozzá. Szerintem ez most csak annyiban más, hogy ki lett hangosan mondva, de hát ez már elég régóta egy működő stratégia, vagy egy működő praxis. Tehát ezen azért annyira nem csodálkoztam. Azon jobban, hogy te vagy a műsorvezető, az Istvánra számítottam. Ez most jó vagy rossz? Még nem tudom érzelmileg, hogy viszonyuljak ehhez, de... Orsi! Ezzel az a baj, hogy ezzel elárulod, hogy nem szoktad nézni a kötött fogást. 24 éve van itt, ám. Biztos, hogy nem. Jó. Te kevered magad Istvánnal. De jó lenne. Hát sokféleképpen lehet értelmezni azt, amit Orbán Viktor mondott, miszerint az árulóknak nincs kegyelem, az árulók olyanok, mintha nem is léteztek volna. Lehet ez tulajdonképpen, hogy mindenkinek üzente, aki nem fideszes, bizonyos értelemben, hisz hazáruló, hát elárulja a hazáját, mikor itt a nemzeti ügyben Orbán Viktor éppen elfoglalni készül Brüsszelt. Eközben hát itt a hátországban cserben hagyják őt, kiállnak mögül le azok, akikre hivatkozva ő éppen el akarja foglalni Brüsszelt. De én elgondolkodtam ezen, hogy mit jelent ez, hogy áruló, vagy kinek üzent ezzel, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy Magyar Péternek üzent ezzel, hogy áruló. Na most én sokat gondolkodtam azon, hogy mi a különbség a szolga meg a szolgáló között. Mert ugye nem mindegy, hogy valaki a szolgálatába állítja magát valaminek, ami a legnemesebb és a legnagyszerűbb, sőt úgy gondolom, hogy az emberi élet arra szolgál, hogy az ember valami nagyobbnak szánja oda, valami önmagánál nagyobbnak szánja oda, de nem ezt értjük szolgaság alatt. Az valami más. És a döntő különbség szerintem az, hogy valami konkrét dolgot, vagy konkrét személyt szolgálok-e, mert ebben az esetben szolga vagyok,
vagy valami elvont eszményt, mert ebben az esetben szolgálat az, amit művelek. Na most ilyen értelemben, ha megvizsgáljuk, Magyar Péter áruló. Tényleg az, elárulta Orbánt. Ilyen értelemben Orbán is áruló, hát ő meg a Szent Istváni döntést és identitást árulta el. Mindenki választhat. Mindenki választhat. Mi a magasabb szolgálat, amikor egy eszményt, egy ezer éves eszményt, egy ezer éves identitást szolgálok, és azt a szolgálatot mondom föl, vagy amikor egy embernek, egy nagy-nagy-nagy uraságnak vagyok a hűbérese, és azt a szolgálatot mondom föl. Persze mindkettő árulás, csak erkölcsi értelemben meg lehet ítélni, hogy melyik a nagyobb árulás, vagy melyik az, amelyikkel az ország zöme, vagy az ország szabadabbik fele együtt tud élni, vagy együtt akar. Robi, a 48-as tisztek fölesküdtek a császárra és a magyar királyra. Ők árulók? Hát a császár biztosan elárulták. De a nemzet, de mivel hogy a korona, hogy királyság volt Magyarország, de nem vált köztársasággá 48-49-ben Magyarország, ezért aztán a koronára tett eskü, azért értelmezhető volt úgy, hogy az a nemzetre tett eskü, a magyar nemzetre tett eskü. És ilyen értelemben meg nem voltak azok. Most Bécsből nézve azok voltak. Pestről nézve nem voltak. Nyilván nézőpont kérdése. Magyar Péter is áruló, Orbán is áruló. Magyar Péter elárult egy 14 éves hűséget. Jó, lehet, hogy egy 24 éves hűséget. Orbán meg elárult egy 1000 évest. Melyik a magyarabb? Orbán vagy Szent István? Melyikből következik a magyarság? Mert ez alapján lehet eldönteni, hogy mi a hazaárulás. A fölmondom Orbán szolgálatát, hát az egy bizonyos értelemben, egy bizonyos értelmezési tartományban hazárulásnak számít. Hogyha fölmondom Szent István identitását és Szent István döntését, hát szerintem egy tágabb spektrumon, vagy egy tágabb aspektusból nézve számít hazárulásnak, de mindenki döntse el maga. Hát mondjuk mi ezen az árulós dolgon már rég túl vagyunk. Tehát már mindannyian. Abszolút. Tegnap 13.03-kor élt az én fideszes barátom, azt mondja, gyanúsan sokáig várt, tehát ő azért ennél lelkesebb szokott lenni. Jó volt Orbán beszéde, nagyon oda mondott. Visszaírtam, szégyen volt. Azóta nem beszéltünk. Ja, nem azért, tehát, hogy valószínűleg még mindig megvan a kapcsolat, csak hogy szerintem ők is érezték, hogy ez gáz volt. Tehát, hogy ez a jó volt Orbán beszéde, nagyon oda mondott, ez nem az igazi lelkesedés. Ezt miért érezted, hogy neked meg kell írnia? Mert nem jársz ebbe a műsorba, és nem nézed, és ezért egyrészt azt gondolt, hogy én vagyok a műsorvezető, másrészt meg mindeneken van. Ja, az jó lesz akkor. De ez jó, Orsi, ezt mindig told el most, komolyan valamit nem értesz, kérdezd meg. Na mindegy, nekem van ez a kalambúnak felesége, van nekem meg a fideszes barátom, és akkor vele ilyen kapcsolatban vagyok, és akkor így szoktam időnként, amikor van értelme, akkor idézni, és most szerintem ennek hát remélem, hogy volt értelme. Szóval, hogy nem voltam túl nagy a lelkesedése, és én, amikor még nem mentem végül a Magyar Péteri úton, és még együtt árultam Orbánnal Szent István eszméit elfele, jó, ha jól sejtem, akkor én nagyon ki voltam akadva, amikor Orbánt fasisztázták. Mert mindig úgy voltam el, hogy no, ez már most tényleg, mert nincs már valami újat ki kéne találni, meg ez a vizé liberális népség, tényleg mindig csak ezt nyomatják, és már unalmas. De ez a tegnapi beszéd, nem gondoltam volna, hogy én ezt valaha fogom gondolni, de nekem már ilyen fasisztoid beszéd volt. És itt van a kedvenc részem, ezt elküldtem magamnak, hogy meglegyen. Azt mondja, hogy... Ezt Orbán Viktor mondja. Mi tudjuk, hogy a létezés magyar minősége, az emberi élet különleges, semmihez nem fogható magasrendű formája, és a leg... Most miért? Ne, mi? Önök nem voltak ott szerintem ezen a múzeum kertes ünnepség. Na, mi tudjuk, hogy a létezés magyar minősége, az emberi élet különleges, semmihez nem fogható magasrendű formája, és a legnagyobb dolog, ami megtörtént velünk, hogy magyarnak születünk. Az nagyon jó, mert már semmit nem kell teljesíteni. Kész. Igen. Tehát abban a pillanatban elérted. Mások lejönnek egy komplett életet, küzdködnek, és nem jutnak el oda, mint mi a születésünkkel. Hát mert szar helyre születnek, érted? Tehát, hogy... Néhányan.
És hát ez, de csúnya szóval, magyar gyalázó vagy, Robi. Csúnya. Szóval, hogy én értem ezt, hogy ezt így el kell adni, meg el is lehet adni, hogy mi mennyire különleges nép vagyunk, és mennyire különleges a magyarságunk is. Persze, hát igen. És akkor azt néztük a kisebbik fiammal este a híradókat, mert ugye kimentünk Magyar Péterezni egyet, aztán mondtam neki, hogy ez úgy lesz igazából érdekes, hogy majd este megnézzük a tényeket, meg utána az M1-et, és majd hasonlítsa össze, hogy ő hol volt, és ezzel szemben hol voltak egyébként azok, akik erről közvetítenek. És ő is ezen gondolkodott így az Orbán beszéd alatt. Jézusom, tegnap megkínoztam ezt a gyereket, most gondolkodom, és végignézettem el a Orbán beszédet, Magyar Péterrel vittem, Karácsony gergőztünk, minden. És hogy azt mondja, hogy de hát a többi nép nem ugyanígy gondolja, kérdezte a kisebbik fiam, és mondom neki, hogy hát de és amikor ezek a népek így elkezdik ezt nagyon erősen gondolni magukról, és van egy vezető, aki még erősebben gondolja ezt a népről, és elkezdi ezt a néppel elhitetni, akkor szoktak bonyodalmak történni. Tehát, hogy nekem ez szégyen volt, hogy azt írtam vissza a fideszes barátomnak, de nem szégyen volt, hanem ilyen végtelen szomorúságot éreztem. És tudom, hogy erre vevők az emberek is része, és tudom, hogy ez a jóleső érzés lehet, nem így belegondolni, hogy itt vagyok én, nem olyan túl jó az életem, igazából nem jutottam egyről a kettőre, most is elég vacakul élek, de mégiscsak én vagyok a minőség, és mégiscsak külön vagyok, mint a bárki, akárki. És ugye utána Orbán Viktor felsorolta a fantasztikus történelmi példánkat, hogy melyik birodalomnak tört bele a foga a magyarságba, és jobb velünk nem kikezdeni. Ugye mondta ő, de nem nézték az Orbán beszédet? Mert olyan, mintha most hallanák tőlem ezeket. Ennye-bennye. És akkor ilyeneket mondott, hogy hát lehullott a vörös félhold is. Ja, hát 150 év után basszus. Tehát ez egy... Belünk tört a foga. Elvásott a vörös csillag. Hát azért Moszkva segítségével még helyre tudjuk állítani. Zajlik a reparálása. Ja, Ezt nem mondta. Ezt kifelejtette. Hát csak az első rész mondta el a sztoriból, igen. De ez az, aminek nem tudnak ellenállni. Ez az, aminek... De ez a győztes, különleges nép. Ennek nem tudnak ellenállni. Ez olyan egy népnek, mint a cukrozott méz. Amikor előadják, hogy mi vagyunk azok a Dávidok, akikkel a Góliátoknak nem kéne baszakodnia. És ez egy hatalmas élmény, belénk törik a fejsze, vagy belénk szorul a fejsze. Ez hatalmas élmény. A brüsszeli helytartó tanács reszketni méltóztasson. És ilyenkor a magyar ember azt érzi, hogy hoppá, mekkora nemzet vagyunk. De ehhez aztán kellenek tökök Putyin bácsi nevében fenyegetőzni. Mekkora fantázia kell ahhoz, hogy Magyarország lesz az, amelyik elfoglalja az Európai Uniót és megváltoztatja. Magyarország. Nem, ez Putyin bácsi művelete. És Orbán Viktor Putyin bácsival a háta mögött rázza az öklét, hogy most aztán reszketni méltóztasson a helytartó tanács. És a helytartó tanács reszket is, mert két frontos háborúban van. Egyrészt ugye Ukrajna, és Ukrajna alig ha az utolsó lesz, hogyha Ukrajna elesik, akkor majd jön a Baltikum, akkor majd jön Lengyelország. Főleg, hogyha sikerül a nagy művelet, és Trump újra elnök lesz, az izolációs politikája keretében kivonja Amerikát a világpolitikából, Európát nem védi meg többé, és akkor Európának kell majd megszerveznie a saját önvédelmét, Európának kell majd egy új szövetségi rendszert létrehoznia, amelyben megállítja Oroszországot, és párhuzamosan ezzel, meg hát Marine Le Pen, Matteo Salvini, meg az AfD képében belülről is ostromolja Európát, vagy mondhatjuk úgy, hogy Brüsszelt, illetve a nemzetállamokat, Putyin bácsi. Tehát itt egy kétfrontos harcra kell berendezkedni Európának, és Orbán Viktor meg eljátsza, mint az egér az elefánttal, hogy dübörgünk. Sőt, az elefántot ki is felejti, hogy dübörgök. Reszket Brüsszel, úgy dübörgök. Itt három nagy állítás, három fő állítás volt, hogy mi a mi szabadságharcunknak a tartalma. Nem küldünk katonákat a háborúba. Ki küld katonákat a háborúba? Csak ukránok harcolnak. Ki küld katonákat a háborúba? Senki nem küld katonákat. Putyin. Nem... Ez így... Igen. Ezzel a kiegészítéssel helytálló. Nem engedjük be a migránsokat. Csak 1 milliót rappolt át az országon 2015-ben. Nem engedjük be a migránsokat.
Ja, igen, meg, igen, természetesen mi hívjuk be azokat a migránsokat, akik nem minősülnek migránsoknak, azok vendégmunkások. Ez is egy nyelvi kérdés. Ha Orbán Viktor hívja őket, akkor vendégmunkások. Ugyanúgy a magyaroktól veszik el a munkát, de hát ez nemzeti politika. Ez a nemzetnek az érdeke, hogy elvegyék a magyaroktól a munkát. Továbbá nem adjuk a gyermekeinket. Ezt eldöntöttük, nem adjuk a gyermekeinket, megtartjuk őket a NER társainknak. Mert ez a nem adjuk a gyermekeinket, hát Vásárhelyi Jánosnak más a véleménye, meg a tapasztalata. Hát ott oda voltak adva a gyermekek, mégiscsak. De most ki van jelentve, hogy nem adjuk. Ez egy vörös vonal. Csak hozzátenni lehet, tematikailag, ha úgy tetszik, mert ez úgy van, ahogy mondjátok. Én nagyon rossz érzésekkel néztem, jó volt benne egy kis másnaposság, ez tény, tehát rosszkor találkozott a másnaposságom Orbán Viktorral, fokozta a hangulatot, mert azon gondolkodtam közben, hogy és akkor hova fog tovább lépni. Ami egy jó ideje az ideám, hogy egy olyan retorikai, politikai zsákutcában van, ahonnan nincsen visszaút. Tehát elképzeltem, hogy mi lesz 2025-ös március 15-i beszéde, aztán belegondoltam a 26-os márciusi beszédbe, mondjuk egy választási vereség után. Különösen, ha az ellenzék nem kétharmaddal nyer. Elképzeltem egy modern, nekünk jutó Kaczynszkit. Ezen járt így közben az agyam, mert hogy az 26 felől gondolom, nem igen lehet nem gondolni 26-ra. Vagy én legalábbis képtelen vagyok rá, amikor ezek a dolgok itt az orrunk előtt játszódnak. Tehát a tételem az, hogy mondjuk egy egyszerű parlamenti többség esetén az Orbán békésen nem fogja átadni a hatalmat, az tuti. És hát most még csak hazaárulók vagyunk szóban. Nem mellékesen a önkényvédelmi hatósággal a hátunk mögött. Csak úgy mondom. Tehát, hogy milliméterre milliméterre épül az a szerkezet, és kényszerpályán van, hiszen hisztériás rohamot kap az unió média szabályozásától, ami adott esetben miről is szól. Tehát muszáj lesz politikai lépéseket tenni, konkrét lépéseket. A helyzet szerintem előbb-utóbb még akár ha radikálisan romlani is fog. Azt persze hozzá kell tenni, hogy itt a mi magyar közvéleményünk egy jelentős része politikai irányultságtól függetlenül nagyon-nagyon vágyik és rajong a szektavezetőkért. Hogy egy kicsit rancsam a hangulatot, és adjam át magam a közmegvetésnek, hát azért megnéztem, hogy hogyan és miként kommentelték például a Magyar Péter interjúját, amit pontosabban amit a Partizánban Gulyás Mártonnal csinált, vagy mondjuk a Szőlősi Györgyivel, amit csinált a Magyar Péter, és utána miféle hisztériás rohamot kaptak a rajongók attól, hogy az újságírók voltak bátrak kérdezni. Azzal együtt, hogy félreértés ne legyen, majd meglátjuk. Tehát én annak örülök, hogy politikai mobilitás van, bárkinek a személyében, ha úgy tetszik. Jó, a nyilasokról nem beszélve. Hát Vajnai Attila meg nem számít. Tehát meg Türmer Gyula se. Mert azok nincsenek. Ha vannak is, csak azért vannak, mert meghívják őket a NER médiumaiba. Azonban az egy fontos kérdés, hogy mivel is van dolgunk, de hát ezt majd megmondja, megmutatja, produkálja. Amit idáig látok belőle, ez nagyjából olyan, mint az MSZNP reformszárnya volt, ez most a NER reformszárnya. És ezzel nem óhajtom semmilyen módon, hogy mondjam, kritizálni, vagy azt kijelenteni, hogy majd meglátjuk. Ezt tudom csak mondani, azzal együtt, illetőleg azt változatom, fenntartom, hogy még mindig én személy szerint nem tudom, hogy jött vagy küldték. És nem Rogánra gondoltam félrejtés negyen. Tehát nem arra gondoltam, hogy Rogán küldte. Ez azért sokkal bonyolultabb ennél. De akkor ki küldte már, bocsáss meg, tehát mire utaz? Én el tudom képzelni, hogy az Orbáni magaslatból lett küldve.
Mert én már láttam olyat, és megértem, amikor az Orbán a polgári köröket is lelőtte. Én tudom, hogy nagyon messzire, nagyon, mondhatját, mindenki mondhat, amit akar, én most itt ülök, és megkérdezték a véleményemet. Én el tudom képzelni, hogy adott esetben az Orbán rerúgja a Fideszt is, hogyha olyan szarba van. Azon kívül, hogy már jó régen el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb, ha szarba lesz, és mondjuk még meg lesz a kétharmada, csinál magából egy erős köztársasági elnököt. Mert csak a menekülési útvonalat keresi, és mivel csak a saját hatalmával van elfoglalva, bármely, majdnem bármely eszköz megengedőnek fog tartani, adott esetben egy olyan 2026-os választási eredmény után nem fogja békésen átadni a hatalmat. Ne legyen igazom. Csak az a baj, hogy én már nem ehhez kapcsolódnék, hanem egy kicsit előbbre, hogy tök jó, hogy megint elemezgetjük azt a szóhordalékot, amit hallottunk tegnap, de nagyon megütött, és biztos minden műsorban elmondott, hogy hány éves a gyermeked. Hány éves? Szerintem még soha nem mondtam el, mondom, hogy nem nézed ezt a műsorban. Én sem tudom, Orsi, pedig itt ülök minden héten. Nyolcadikos. Nyolcadikos, tehát, hogy ő még kiakad ezeken, hogy mikről van szó, meg hogy vajon kinek, de valószínűleg én most már csak erre tudok gondolni, hogy akihez Orbán beszél, akkor nyolcadikos szint alatt van gondolkodásban. Tehát, hogy nem jut ide fölé, és most azért ő vesztett 300-valahány ezret a kegyelmi ügy kapcsán a rajongókból, és a maradékot, meg még akiket még össze lehet gerebjézni, azokat szólítja meg a különlegesség tudatával, és hát, ha ezzel vissza tudja csalogatni azokat is, akik elpártoltak tőle. Szóval szerintem ez csak egy egész egyszerűen egy ilyen speech, és én nem látom azt, hogy évről, tehát hogy kilépne azokból a keretekből, amik eddig voltak, vagy hogy akkorára emelte volna a tétet, mert szerintem eddig is ugyanezekkel operált, csak nem voltak ezek ilyen nyertsen kibondva. Beszélek, Orsi, hogyha figyeltél, pont ezt mondtam, hogy ugye ugyanazt csinálja már jó ideje, semmi újat nem mond, csak egyre radikálisabb, és képtelen visszafordulni. Mert ha Orbán megáll, mondom, és nem hirdeti a diktatúrát, akkor össze fog omlani a rendszer. De szerintem ez egy kicsit radikálisabb volt, vagy talán nem is kicsi, mint az eddigiek. Tudom, hogy... Na de oké, de hát igen, élesebb szavak, és ezek az éles szavak egyre élesebbé válnak, és akkor ki tudja, hol áll meg. Tehát éreztem a pluszt abszolút, és ha már így közben belekavarodunk Magyar Péterbe is, meg hogy küldték, nem küldték, hogy bennem nagyon átalakult ez a, hogy kezd átalakulni ennek a figurának a megítélése. Nem a személyének. Hát az már túl vagyok. Az megvolt. Pista, kicsi, még egy kis Orbán. Még egy kis Orbán. Jó, az Orbánnak az eleje volt a legjobb, mert Orbán Viktor a beszéd elején egy egészen varázslatos március 15-i forradalmi képet festett. Rákai Filip sírva vonult a sarokba, szűkölve, hogy ez nem neki jutott eszébe, mert Orbántól megtudhattuk, hogy március 15-i forradalom az nem olyan volt, mint a világon, mindenütt tölték egymást az emberek. Nem. Nálunk jó kedven felébredtek, elmentek inni, népdalokat énekeltek, színházba mentek, valószínűleg büféztek, este pedig gyereket csináltak. Tehát, hogy ez mennyivel szebb ez a forradalom? 1848. március 15-én zajlott az első békemenet. Ezt kihagytam, igen. Valóban. A lényeget elfelejtettem. Köszi, Robi. De most ezt úgy tapsoljátok meg, mintha az én poénom lenne, pedig az Orbán Viktoré. Nem én mondtam. Egy biztos, hogy egy korszak lezárult. Tehát a NER-nek az időszaka lezárult, amikor Orbán Viktor uralta a Pesti utcát. Ennek vége. De ez már rég lezárult. Ennek vége. De Robi, nem véletlenül keveredett Orbán Viktor ismét a múzeum lépcsőjére. Hát ugye azért ő szerette ezt a vidéki fellegvárokban kiválogatottaknak a kiválogatottjai előterűseket mondani. Az, hogy visszajött, az egyértelmű. Ez a beszéd a múzeumkertben, ez arra vonatkozó kísérlet volt, hogy Orbán visszaszerezze a Pesti utcát. De jelek arra árulkodnak, hogy ez a vonat ez elment. De a Pesti utca, Robi, a Pesti utca sajnos nem számít semmit Szabolcsban, majd meg Korsóban. A szavazás. Az van, hogy ami ebben nem semmit, de nem minden. Ami ma Budapest, holnap az Magyarország. Ez a magyar történelem során nem egyszer, nem kétszer volt már az ország történelmének a képlete. Na most a Orbáni politika az arra vonatkozik, hogy ezt a változást, ezt a modernizációt, vagy annak az igényét Budapest határában a NER megállítsa.
az erre vonatkozó propaganda erőfeszítések, azok eddig gyümölcsözőek voltak, de azt jól látjuk, hogy az Orbáni fölény elkezdett lemorzsolódni. Na most az a tény, hogy már kordonnal kell elválasztani, két kordonnal kell elválasztani Orbán Viktort a népétől. Eddig is az volt. Az első kordon, nem volt ez mindig így. Nem volt ez mindig így. 3-4 évvel ezelőtt még simán oda lehetett menni, mert Orbán Viktor uralta a szíveket. Még Budapesten is. A helyzet az, hogy ez a helyzet megváltozott. És ha nem uralta a szíveket, azok, akiknek nem uralta a szívét, azok otthon maradtak. Akiknek meg uralta, azok kimentek az utcára és domináltak. És ez a helyzet változott meg. Most azok, akiknek nem uralja a szívét Orbán Viktor, kimernek menni az utcára, jelen mernek lenni, hallatják a hangjukat, és két kordon. Az első kordon regisztrációhoz kötött részvétel a múzeum kertben, a második kordon, meg szintén egy kordon, ahol átvizsgálják, hogy te viszel-e magaddal transzparenst, olyan transzparenst, ami esetleg nem egyezik doktor miniszterelnök úr szellemiségével, és akkor azt elszedik tőled, és ott is security átvizsgálás van, tehát két szelep az, ami Orbán Viktort a népétől, illetve a NER-nek a két fázisú bizalmi körét elválasztja Orbán Viktortól. És ez az elővigyázatosság már jelez valamit. Már azt jelzi, hogy Orbán Viktor defenzívába került az utcai politizálásban. És ez legalábbis reményt keltő, vagy legalábbis felveti a változásnak a lehetőségét. Ilyen apró jelekből áll majd össze egy nap az a helyzet, amikor Orbán Viktornak Kubatov kopaszait kell majd elküldenie, vagy a teket kell majd kirendelnie, hogy visszaszerezze az események diktálásának a képességét. Kim volt tegnap, ennyi egy fél mondat a múzeumkertben, aki elmegy egy Orbán Viktor beszédre, az a kemény mag, tehát az a szekta. Jó. Nem? Na most komolyan, és ennek ellenére ilyen, hát az a szekta, és ennek ellenére igaza van a Robinak ilyen intézkedés. Ennek ellenére igaza van a Robinak, mert volt eddig is. Mindig is volt a kordon, és én lennék a legboldogabb, ha a Robertnek igaza lenne, és én lennék a legboldogabb, ha Orbán elgyengülne, vagy elvesztené ezt a fajta hatalmát, de szerintem pont, hogy nem. Elég lenne egy szava. Ő most nem adta ki a kilövési engedélyt. Jó, hát mondja ez árulók, meg az árulók sorsa, de ezek ellebegnek, de nem mondja azt, hogy gyertek az utcára, akasszuk a hazaárulókat. Tehát, sem mond, volt. Tehát, hogy nem de, mond még de, ilyet, nem, de ha kimondaná, akkor ugyanúgy mozgósítaná a híveit. Nem, ne hidd, hogy nem. Nem volt békemenet. Pedig Orbán Viktornak nincsenek gátlásai kimondani egy ilyen szót, hogy gyertek és szerezzük vissza az uralmunkat az utca fölött. Mutassuk meg a Lipsiknek, mutassuk meg Sorosnak, mutassuk meg Brüsszelnek, mutassuk meg a dollárokat gurító és a guruló dollárokat zsebretevő hazaárulóknak. Azért nem, mert most ideges a kegyelmi botrány miatt, de hogy ez el fog múlni, tehát hogyha ez egy picit előbb lett volna, és eltelt volna még egy hónap, ez már megint nyugi lenne, és megint eltelt volna a békemenetes. Ez nem Orbán Viktor idegállapotán múlik. Elmérések alapján generált idegállapota, ami ennek itt van. Precíz számítás kérdése, hogy Orbán Viktor mire adja ki a... Ő most nem arról van szó, hogy ideges, arról van szó, hogy bizonytalan a maga erejében. Egy hónap múlva újra erős lesz. Bizonytalan a maga erejében, mert erkölcsi vonatkozásban megrendült a személye, meg a rendszere. Hát jó, mert eddig nem rendült, eddig minden tök oké. Ugye, Robi, az történt, hogy 7-8%-ot estek Budapesten, ami nagyon sok, tehát az már ilyen neres dimenziókban is egy szemmel látható, 7-8%-ért azért már lehajolgatnak. Jó, azért nem árt. De már egy pillanat, csak még annyit, hogy ez a 5000-es válogatott, ez mindig, már nagyon régóta van, tehát ez a igazán jó rendes izé, az, hogy most két kordon volt, nem tudom, ha igazad van, akkor ezek szerint van már egy második réteg is. Legalább az ember, hogyha fideszesként elmegy Orbán Viktort hallgatni, akkor tudja, hogy hol a helye. Tehát most már tehát a harmadik helyzet rétegbe jut csak be, akkor véged van. De hogy Orbán azért jött most vissza, mert ez a 7-8% az sok. Még ha elengedték Budapestet, és hát ugye látjuk a főpolgármester jelöltből, hogy olyan nagy harcra nem készülnek, de azért nem lehet végleg elengedni, abban igazad van. De hogy ez ilyen megrendítő lett volna, az is biztosnak tűnik, hogy a kegyelmi ügy sokkal nagyobbat ütött a Fideszen, mint azt ők gondolták valamikor is, vagy egyáltalán bárki is gondolta. Tehát amikor megnézte az ember a
ilyen fideszes fellegvárokba készült riportokat, az derült ki, hogy még a fideszesek is vakaróznak. Fidesz szavazók is vakaróznak, hogy hát itt valami nem stimmel. Ez a 300 ezer körüli, ugye, aki így a Fidesz környékéről, ugye nagyon, mint a Plutó a naprendszerben, hogy most vagy fideszes, vagy nem, nem lehet tudni. Ők most leszakadtak, de nem tartanak sehova. Ilyen szempontból Magyar Péter meg jó helyen kapirgál, mert ezekkel a figurákkal esetleg lehet valamit kezdeni, majd kiderül, hogy ő meg tudja elszólítani őket. De ettől még nem látom ezt a végzetes megrendülést. Budapesten bajban vannak, Orbánnak valamit lépnie kellett, megtette. De nem végzetes a megrendülés, de Orbán berendezkedett arra, hogy a magyar társadalomnak nincs erkölcsi érzéke. Ezért bármi belefér, és semminek nincs következménye. És tényleg elhitte, és a rendszerének a klientúrája is elhitte. És most kiderült, hogy mégiscsak van. És ehhez nehéz most alkalmazkodni, mert 14 év alatt úgy tűnt, hogy bármi belefér. De az összes többi ügyben meg megy. Rá kell ütni a nemzeti bélyeget, és akkor a magyarok megrettennek. De Robi, de az összes többi ügyben meg ugyanúgy megy tovább a NER, nem? Tehát érted? Tehát ebben a erkölcsi megrendülésükben azért ugyanúgy lopnak tovább. Tehát azért ugyanúgy túláraznak és a többi. Mindig csak utólag lehet látni azt, hogy mikor volt egy rendszernek a csúcspontja, és honnan kezdett el ereszkedni. Azt akkor, amikor egy rendszer túl van a csúcson, nem lehet tudni, hanem majd a történészek néhány évtizeddel később levonják a következtetést, hogy na az volt az az ügy, ahonnan lejtőre kerültek. Jó, hát én ezt ismerem. 40 ezerért nem vettem bitcoint. Van erkölcsi megrendülés, ha esetleg meg lehet szólalni, bocsánat. Szóval van erkölcsi ez így van. Ez így van. Azonban az erkölcsi megrendülés, egy rendszer, mert különösképpen egy önkényű úr, aki egyébként azért is kordonozza, amit a Robert mond, amúgy meg tényleg azért erős paranoia ott van. Ezek egyébként ráadásul előbb-utóbb tényleg paranoiások. Függetlenül attól, hogy amúgy meg is van az okuk, mert most már, hogy durván fogalmazzak, 60 pusztát kell védeni. Saját magát kell védeni. A klientúráját, az oligarchákat kell védeni. Amúgy egyébként a Magyar Péter nemzedéke és köre, azok az az úgynevezett 100 000, akit ő emleget, akik ebben nem klientúrában éltek, hanem ebben a büróban, amit mondjuk a kommunista időben úgy szoktak hívni, hogy nomenklatúra. De ez nem baj önmagában, csak azon kívül azt szeretném kinyögni, hogy azért ez egy, ide idézek valakit, pedig igazából nem idézetnek száll, szóval azért ez egy szakma. Tehát az Orbán nem arra van rákényszerülve, hogy az utcán riválisokat teremtsen, mert van még egy dolog, amitől betegesen irtózik és reszket, és van egy nagy szerencséje, hogy van egy olyan rendőrsége és egy olyan rendőri vezetése, amelyik ezt profi módon csinálja, hogy mondjuk egy 2006-os hasonló helyzet létrejöjjön. Mindent elkövetnek annak érdekében. Megértettem én, hogy miért mondta Magyar Péter, hogy a Kubatov meg a izé ne vezényeljen ki, de Orbánnak már pont csak ez hiányozna, hogy mondjuk egy ilyen típusú konfliktus legyen. Az meg, amire utaltatok arra az erkölcsi megrendülésre, lesz ez még, akárha még durvább is, és innen nincs visszaút, Orbánéknak nincs visszaút, a kérdés az az, hogy a legközelebbi szavazáson, mondjuk az uniós szavazáson például, tudja-e konszolidálni a rendszerét egy olyan választási eredménnyel, amivel körülnéz, és azt mondja, hogy na, miről beszéltek, fiatalok? Mert azért itt egy tényező kimarad, amikor az Orbán rendszer jövőjéről beszélünk, az az, hogy van-e kihívó. És ezek a kihívók milyen célokkal rendelkeznek, mennyire képesek tényleg komolyan venni azt az állítást, hogy a legfontosabb politikai feladat ennek a nemzet jövője szempontjából, hogy ilyen nagy szavakat használjak, hogy maga a rendszer, nem csak az Orbán, maga a rendszer legyen egyrészt eltakarítva, felszámolva, átalakítva a választási törvénytől, az alaptörvényen át, az oktatási rendszerig bezárólag. Hát csókolom. Gyerekek, az Orbán zárjuk le még egy fél mondatot, mert rá kéne térnünk Magyar Péterre, de előtte még azért meg szeretnék emlékezni arról, hogy azért ennek a beszédnek folyománya, következménye vagy velejárója, hogy azért Törlei Katalint leköbdösték, lekurvázták, és még nem tudom, a stábjából valakit még meg is ütöttek.
Tehát ugye tudjuk, kiről van szó, arról a pedagógusról, aki a státusztörvény miatt kénytelen volt a pályáját elhagyni. Tehát nem Gyurcsány Ferencről, mert azt el tudom képzelni, hogy Gyurcsány Ferenc elmegy egy Fidesz tüntetésre, lehet, hogy kap. De Törlei Katalin. Szóval, hát szerintem ez borzasztó. Jó. Igen. Én annyiban pontosítanálak téged, hogy úgy fogalmaztál, hogy a döntő kérdés, hogy van-e kihívó. Én annyiban egészíteném ki, hogy a döntő kérdés, hogy van-e kihívó, aki nem a Gyurcsány. Így teljes. Tehát így, és itt kapcsolódunk, itt kötünk át Magyar Péterre. Hát kössünk át, Robi Léci, mert... A varsói gyors. Ugye? Erről beszélünk. A magyar Donald Tuskot keressük. Ez már nagyon régóta így van. Mindenki Magyarországon már mielőtt a Donald Tusk hivatalba lépett, vagy legyőzte a Kaczynszkijékat, már akkor mindenki érezte Magyarországon, hogy ezt a szélső jobboldali magyar regnumot jobb középről lehet kihívni és leváltani. Ahogyan Lengyelországban történt. Ez jelenti a varsói gyors megérkezése Magyarországra, és hát a történelemnek a iróniája, hogy hát Orbán Viktor volt az, aki 94-ben varsói gyors érkezését bejelezte. És hát úgy tűnik, hogy a varsói gyors azóta is menetrend szerint érkezik, de most már Orbán Viktor tarthat ettől, nehogy véletlenül átgázoljon rajta. 2018-ban ugye egy Donald Tusk casting zajlik. 2018-ban Vona Gábor volt a jelölt, hát az nem nagyon jött össze. 2022-ben Márki-Zay Péter volt a jelölt, hát az se nagyon jött össze. De ezek mind jobb középjelöltek voltak, magyar Donald Tusk kísérletek voltak, és most 2024-ben tartunk ott, hogy Magyar Péter a jelölt. Itt nyilván az ember nehezen lelkesedik be, mert kétszer már pofára esett. És nem szeret az ember pofára esni. Ja, csak azért nehezen lelkesedik? Aha, szerintem azért, mert rohadt hogy az ember fellelkesedik, és azt mondja, hogy na most megcsináljuk, Simicska Lajos és Vona Gábor közösen leváltja Orbán Viktor. Hát aztán nem úgy van. Aztán Márki-Zay Péter előválasztás, ellenzéki sokaság, demokratikus innováció, Márki-Zay Péter nagyszerű, hát akkor most leváltjuk, és megint nem. És tudod, most a Magyar Péter iránt az ember nem akar elkezdeni lelkesedni, mert kétszer már pofára esett. De csak ez tartja vissza, erre akarok utálni, csak ez tart vissza, hogy már kétszer csalódtunk. Aha, szerintem ezt tart. Tehát amúgy te lelkesednél Magyar Péterért, azt mondod, hogy ő. És az a helyzet, hogy... Később jött, mert az a helyzet, hogy akkor még lelkesedett volna. Tudod, ha én elkattanok azon, nézd, én egy polgári alternatívában gondolkodom, vagy egy polgári alternatívát látnék szívesen, olyan Antal József-szerűt. Most én jól látom, hogy a Magyar Péter a habitusában, a kultúrájában, a jelenlétében, a gesztusvilágában, meg a hát igen, kulturálisan nem annyira polgári, inkább ez a burzsoá. De tudod, hogyha ilyeneken fönnakadunk, hogy ez nekem túl burzsoá, akkor talán nincs is olyan nagy baj az Orbán rendszerrel, nem? Jaj, hát ez túl burzsoá, akkor inkább maradjon Orbán Viktor. Tudod, ez be is árazza az ellenzékiséget, vagy be is árazza a rendszer ellenességet. Szerintem az jobban beárazza, hogy az első hülyéért mindenki elkezd rajongani, aki jön arról az oldalról, belátja. Itt zajlik egy casting, és az a rossz hír, de miért, miért zajlik casting? Tehát én nagyon ritkán van az, hogy egy árva szóval nem értek egyet, amit elmondtad, de az elmúlt 10 percből egy üdös gondolata. Ne, bocsánat. De várjál, de akkor... De mennyiségi jelző volt. Akkor vitassak, kérlek. Tehát mi a... Oké, hát igen, csak ahhoz szót kell kapni, tudod. Hát van ez a... De bocsánat, hangulatilag, amit elmondott, beszélek, István. Jó, tényleg, fejezzük be. Robi, hogy mondom, fejezzük be. Tehát hangulatilag neki tökéletesen igaza van, csak egyetlen egy kérdés van, ami szerintem fontosabb mindannál, bizonyos értelemben, amit mondott, hogy póruljátunk ezzel meg azzal, hogy Magyar Péter egy hónapja van. Tehát itt két kérdés van, hogy milyen érdekes az, hogy egy jelentős közönség rácuppan valakire, akiről azt se tudja, hogy kicsoda.
Azért tudunk egy-két dolgot. Ne, ez szól mellette, Sándor, ez szól mellette, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda. Hát a Kunhalmi Ágnesről tudjuk, hogy kicsoda, bassza meg. Az a helyzet. Gyurcsányról tudjuk, hogy kicsoda. Arról a parlamenti ellenzékről, a Gyurcsánnyal az élen, amelyik leginkább a támasza és a pillére, meg a biztosítéka az Orbán rendszernek. Na, ezekről tudjuk, hogy kicsodák. Ezzel szemben Magyar Péterről nem tudjuk, hogy kicsoda. Halleluja, baszki, már is kurva jó. Hol kell szavazni rá? Na jó, figyelj ide, na de így, hát ez végtelenül meggyőző volt, amit a Röbi előadott, és róla... abszolút, beszélek. Végtelenül meggyőző volt, amit a Röbi előadott. Egyrészt egy történelmi előzményt szeretek ehhez mondani, 1990-es parlament 90%-ról, vagy 80%-ról lila finge nem volt senkinek, hogy kit küld a parlamentbe, hát azért az se volt egy, hogy is mondjam, cukorfalat. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ezen persze jót lehet mulatni, de azért egy kicsit valaki komolyan belegondol. Azért nem árt, hogyha egy kicsit többet tudunk meg Magyar Péterről. Bár azt is hozzáteszem, hogy az a produkció, amit ide csinált, és most nem lebeszélni akarok sem, én is azon az állásponton vagyok, hogy majd meglátjuk, és adja Isten, hogy ő olyan jó legyen. De mondjuk azért egy hónap alatt is kiderült, nem tudom, ki nézte meg a Partizán interjút, hogy ő úgy gondolja, hogy például egy Orbán nélküli Fidesz-szel tud koalíciózni. Például. És most akkor nem tudom, hogy mi a rendszerről, hát de mégiscsak ő mondta, nem én, és nem tudom, hogy mennyire veszük azt komolyan, hogy itt nem csak az Orbánnal van baj, hanem a rendszerrel magával. Magával. Azon kívül, tudják mit, öreg vagyok én már ahhoz sajnos, hogy ne vegyem észre, például, hogy bánik valaki a médiával. Ez a pasi még nincs is benne a hatalomba. És olyan kekk és olyan agresszív, amihez képest Orbán Viktor pályakezdő, most ne csodálkozz, befejezem akkor is. Orbán Viktor akkor, annak idején pályakezdő fiatal értelmiségi volt. Az, hogy valaki politikusként, Gulyás Marcinak tegnap föl kellett hívni arra a figyelmét, hogy múltkor még úgy kérdeztelek, mint magánszemélyt, mint most politikusként kérdezlek, úgyhogy ne sértődjél már meg minden kérdéseit. Amúgy meg, aki politikusként az abban elfoglalva, nem tudom hagyatszor, hogy a Hont Andris meg a Ceglédi mit mond róla, elmegy az RT-be és elküldi a picsába az egész médiumot. Hát ne vicceskedjünk már. Hát mit fog csinálni, ha hatalomba kerül? Szóval Robi, tudod. Szóval azért nem értek veled egyet szinte semmiben, mert a Varsói Gyors, tehát minek jönne ide a Varsói Gyorsnak, az volt Varsóban a lényege, hogy összefogott az ellenzék. Tehát mit keresne Magyar Péter a Varsói Gyorson, hogyha már belegabajodtunk ebbe a vonatos képbe? Semmi köze hozzá. A lengyel sztori arról szólt, hogy leosztotta az ellenzék egymás között a melót, te megszólítod az agráriumot, én a jobb középoldalt, én a szélsőket, és mindenki ment egy irányba. Tehát Magyarországon szó nincs erről. A Magyar Péter úgy fogalmazza meg magát, hogy ő az ellenzéket is le akarja váltani, ergo nem fog összefogni velük. Tehát, hogy semmilyen szinten nincs Varsói Gyors. Tehát nem is értem azt, hogy hatalomtechnikailag. De nincs hatalomtechnikailag, más a képlet. Ja, egyébként azért, nem. Pont azért, mert de Robi, az ellenzék összefogása a Magyar Péterre, hogy húzod rá? A lengyeleknél nem volt kétharmad. Tudod, a lengyeleknél nem volt kétharmad. A lengyeleknél nem volt egy olyan, tudod, az a... Mit csinál a közönség a tévéképernyő előtt, hogyha egyszer beszéltek ötten? Annyira beleszólnék én is. Varsói Gyors az arra vonatkozott, hogy egy jobb közép erő válthatja le a szélső jobboldali magyar kormányzatot, ahogyan Lengyelországban is történt. Nem az a helyzet, hogy Lengyelországban nem állt fönn az az ördöglakat, ami Magyarországon az ellenzék és Gyurcsány. Az a helyzet, hogy Orbán, Magyarország a zsákmány, a NER a zsák, és az ellenzék az ördöglakat. Ez a szörnyű helyzet Magyarországon is. Erre kell egy megoldást kitalálni. És a Magyar Péter erre azt a megoldást találta ki, hogy ő kinöveszt egy harmadik erőt, annak lesz egy szívó ereje, mert átlépi azt az 5%-os zónát, amiben a Vona Gábor, ahol a kutyapárt, ahol azok a kispártok, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy a jelenleg parlamenten kívüli, illetve parlamenti hibahatáron, vagy küszöbb környékén álló pártok vannak, átlépi ezt a hibahatárt, vagy átlépi ezt a küszöböt, föllép a 15%-os zónába,
ennek lesz egy hatalmas szívó ereje, mert az embereknek már elegük, az ellenzékieknek már elegük van abból, hogy olyan pártokra szavaznak, amik vagy bejutnak a parlamentbe, vagy nem, hanem szeretnének változást, olyas valakire akarnak szavazni, aki hoz változást. Ez elszívhatja azoknak a kispártoknak a szavazóit, mindazokat, akik változást akarnak, bizonytalanok, illetve nem érzik képviseltetve magukat Magyarországon, és ezeknek a szavazatoknak a révén föl ki tud növeszteni egy harmadik erőt, lecsapolja azt a mocsarat, ami a, hát úgy kvázi az ellenzék Gyurcsányon kívül, és létrehoz egy háromosztatú képletet Magyarországon, ahol Gyurcsány és a szövetségesei állnak úgymond a bal oldalon, Orbán Viktor meg a Fidesz áll a jobb oldalon, ő pedig középen, olyan jogállami, demokratikus és antikorrupciós feltételrendszerrel, amely feltételek teljesülése esetén hajlandó együtt szavazni a költségvetésről. Ezzel egy olyan helyzetet tud teremteni, amiben Orbán Viktornak kisebbségben kell kormányoznia, vagy elfogadni az ő feltételeit, vagy Gyurcsánnyal összefognia. Most ez egy olyan terv, akárhogy is ez egy olyan terv, ami megvalósítható. Most nem kell, most értem, hogy nem pontosan ugyanaz a helyzet, mint ami Lengyelországban. De semmilyen szinten. De nagyon is, hogy, hiszen hogyha megnézem... Robi, az a forgatókönyv, amit elmondtál, elképzelhető, és lehet, hogy így fog történni, de semmilyen párhuzamosságot nem mutat a lengyel sztorival. De elengedem én ezt, tehát oké, legyen a Varsó is gyors, csak nem. Az a lényeg, hogy csak az tanul meg biciklizni, aki nem fél annyira a pofára eséstől, hogy újra meg újra fölüljön a biciklire, és készen álljon újra pofára esni. És egyik alkalommal, amikor fölül a biciklire, nem a pofára esés jön, hanem a biciklizés. De aki visszaretten ettől, és azt mondja, hogy hát most már kétszer próbáltuk ezt, most akkor most már harmadszor ne csináljuk, mert a múltkor is betört az arcom. Hát az olyan, hogy nem... Te mondtad az előbb ezt, hogy ezt csinálod. Igen. Hogy ezért... kétszer pofára estél, és most készen már nem állok, mersz bízni. Nem, arról van szó, hogy készen kell állni Magyar Péterrel újra pofára esni. De miért pont ahhoz, ez a Magyar Péter, vagy a következő Magyar Péter, vagy az azt követő... Te miért szereted őt ennyire? Miért szereted? Én a magam részéről egyébként így ülök erre a lóra föl. Abszolút, tehát ez benne van ebben az egész történetben. Egy dolgot tennék hozzá, hogy én azért nem használom a lengyeleknél a lengyel analógiát a választási győzelemig, ám de a Kaczynszkit igen, mert az a helyzet, hogy azért Lengyelországban van egy, hogy is mondjam, egy valóságos, tagolt, kiépült politikai, pártpolitikai, szakszervezeti struktúra, ott az emberek tényleg tudják, hogy miről beszélnek. Vagy legalábbis zömük, és van hagyománya, és van tapasztalata. Ez a történet például, hogy most úgy lesz, ahogy Robi mondta, jósolta, vagy vágyik rá, mert itt azért, hogy mondjuk, igazából nem tudunk másképpen közelíteni, csak vágyvezérelt gondolkodással. Én nekem az a nagy kérdésem, hogy például ezt a fajta szívóerőt, ez is tényleg, ezt a szívóerőt akkor tudja megcsinálni, hogyha konfrontatív az ellenzékkel, vagy akkor meg tudja-e csinálni, hogy egyébként az Orbán a rendszerrel kiegyezik, csak az Orbánnal, nem? És hogy ezt mind hogy fogják feldolgozni az emberek, azzal együtt neki kell esni. És nekem az, hogy még nem tudom, hogy mire visz, és hogy nem merek nagyon vágyvezérelten gondolkodni, az annak tudható be, hogy azt azért tudtuk, és azért most már egyébként egy hónappal azután, meg az események fényében, meg aki egy kicsikét odafigyelt, vagy valami kis tapasztalata van, az azért tudja, hogy az nem úgy volt, hogy este az Ibolyán túli sugárzás hatására lepirult az arca, fájt a feje, majd reggel még kapott is egy kis hasmenést, és délbe kitalálta, hogy azért majd ő indít egy mozgalmat, meg csinál egy pártot, meg közben kitalálta a mondókáját. És ezt nem cikiből mondom, az Isten áldjon meg senkit. Nem. Emögött, és ezt megint nem, hogy is mondjam, nem az összeesküvés elméletek mögött mondom, azt hiszem, hogy ott van, ha úgy tetszik, nemzedéki alapon összeszerveződött nomenklatúra lázadás a Magyar Péter mögött, mert ott van ugyan 100 000 olyan ember, mondjuk például ősztud ezt mondani, aki hát azért a világra sokkal nyitottabb, mint maga a NER elitje. Üzleti értelemben benne van az európai mozgásokban, látja a világot és tudja, és tudhatja, hogy ez nem jövő. Amikor például az iskolarendszerrel kapcsolatos indulatait elmondja, ez abszolút hiteles, és valószínűleg nagyon sok ember van ezzel így. Abban a körben is,
a NER megreformálni szándékozó körében is. Én tényleg csak annyit tudok mondani, hogy végzetesen nagy hiba lenne, de ez a politika felelőssége, ha 2026-ban a rendszert magát, mert az, amit a Robi is vágyott, az nem... Az, hogy azt mondta Vörös Vince, vagy nem tudom melyik alkotmánybíró, hogy meg lehet kerülni a kétharmadot feles törvényekkel, ez kamu. Ez kamu. Össze kell pakolni egy rohadt kétharmadot. Hogy most én az összetételt nem tudom. Lehet, hogy Magyar Péternek egyedül lesz kétharmada. Akármi is történhet. Orsi, hagyd mondjam már. Nem csak Magyar Péterrel nem bírom magamba tartani, tehát hogy... Ne nézz így rám, Robi. Nem nézek rád. Na, itt majd érdekelne, hogy amit az előbb is nem fejeztél be, hogy miért nem értesz egyet azzal, hogy ellenzéki casting, mert én azzal nagyon egyet értek, hogy itt zajlik ez a folyamatos ellenzéki casting. Ne nyiss köztük vitát, mert akkor itt én soha nem megyünk haza. Nem, én magammal is vitatkozom, csak egyszerűen érteni akarom ezt az egészet, és azt szeretném, hogyha mindenki úgy gondolkodna, hogy én. És szóval... Ezzel még miniszterelnök lehetsz, ezzel a mentalitással. Például, igen. Vagy listavezető minimum. De te egyszerűen lehülyézted az előbb, bocs. Kit? A Magyar Péter. Nem hülyéztem. Úgy mondod, hogy az első hülye, aki jön. Igen, mert azt mondom, hogy nem jelentkezik senki a castingra, és akkor mindenki örül annak az egynek, aki ott van, és én ezt nem tartom annyira... Hát ebből kell főzni. Igen. Nem mindenki, nem mindenki áll oda Rogán Antal elé, meg az Origo elé, meg a tények elé, hogy hát... Szerintem én megöltem az anyámat, szerintem megmérgeztem a szomszédomat, derítsétek már ki rólam, legyetek szívesek. Ez egy olyan nem hálás szerep. Okay, ezért abból kell főzni, ami van, érted? Ez nem sokan vállalják el. Ez egy olyan casting, amire négy évenként egy-egy ember, ha jön. Okay, de ne tapsoljunk már csak azért, mert jött valaki, és mostanában mindenki, az egész ország kibaszott pszichológus meg pszichiáter, mindenkire rásütünk mindenfélét, mindenki pszichopata, narcisztikus, stb. És ez a pszichológiailag nagyon érzékeny réteg, mint mindenki, a teljesen nyilvánvaló jeleket, amik mondjuk pont a castingolt figuránál fellépnek, elsöpri a nagyobb jó érdekében. Én végignéztem az összes, amit elértem nyilván beszédet vagy beszélgetést vele, és jegyzetelgettem a red flageket, hogy mik azok, amik életveszélyesek, és ezeket is mindenki lesöpri, mert ünneplünk. Mondjál pár. Például volt ez a kis szabad verse, az azt hiszem pont a vagy Telex, vagy 444, hogy a mai napig várom, hogy felhívjanak ezek az újságírók, és egy ilyen tök jó, tehát szerintem ezek gyakorolt a tükör előtt, így jó képűen, hogyan lesz minél hatásosabb, vagy ez egy olyan ország, ahol a tetteknek nincsen következménye, de én egy olyan ember vagyok, akinek a szavainak van következménye, tehát ez ugyanaz a Orbáni beszédfelépítés, és ugyanaz a szósaláta féle. De más meg erre azt mondja, hogy profi. Belőle. Más meg erre azt mondja, hogy nem egy amatőr. Orbán is nagyon tehetséges és nagyon profi. Na jó, de tudod, ezeket a kifogásokat kell egy mérleg egyik serpenyőjébe rakni, a másikban meg rak bele az Orbán Viktort és a Magyarországát. Yep. És akkor lássad, hogy billene, vagy egyáltalán fölborul-e maga a mérleg. Érted? Én meg annyian, azt mondom, hogy ugyanaz. Érted, nem kell, hogy kifogástalan legyen a jelölt, és nem kell, hogy minden érzésed jó legyen vele kapcsolatban, hiszen nem a kezedet kéri meg, hanem hát azt mondja, jó, hogy megkérni, hát egyen jobban csinálnám, mint ahogy az Orbán Viktor nagyjából. De várj, azt mondta, ha megkérni, igent mondaná. Neked elég jó, de az országnak nem, igaz? Figyelj, első lépésnek jó lenne. Orsi szóval... lenne a first lady. De azt miért nem lehet, vagy az, na jó, én meg úgy látom, hogy Magyar Péter, ő egy tünet tulajdonképpen. És ez a tünemény, azt mondod. De... Azt te mondod. Ő a tünet? Igen, ő a tünet. Ő annak a tünete, hogy van egy réteg, aki nem tud mit kezdeni a politikai helyzettel, amit elmondhatok egyébként. Régóta ismerjük, nagyon sokszor elmondtuk már ez a Gyurcsány Orbán, és elegük van, és most nagyon beleállt a földbe ez a réteg, már mint hogy a hangulat, a lelkük, azt látták az emberek, hogy összefogva nem működik az ellenzék, külön még annyira se, megint összefogva, meg aztán végképp, és most megint külön, meg hol összefogva. Tehát ezek az emberek teljesen kilátástalannak látják a magyar közéletet. De persze, hogy most jön valaki, és végrehoz valamit, és amikor, és azt gondolják, hogy na talán valami megmozdult, de nem Magyar Péterben hisznek,
hanem abban, hogy valami esetleg megmozdulhat, hogy itt valami újdonság már, van, hisznek, hogy végre történik valami. Meg, akik hisznek. Hát azokról hát beszélek, akik hisznek. De azokról én nem beszélek, mert én most azokról beszélek, akik hisznek. Tehát akik ott voltak kint, azoknak a zöme úgy vélekedett, hogy kíváncsi arra is, egyszerűen van remény, vagy lehet remény, az ugye még gyengébb egy fokkal, de hogy végre valami egy picit megmozdult, semmi többet nem vártak ettől az egész rendszertől, nem várták a forradalmat, nem várták, hogy a NER ott fog összeomlani. Annyit vártak, hogy végre valami történhet. Jól esett, Pista? Na, jól érezted magad? Drágáim. Kint? Te jól érezted magad? Mármint a rendezvényen. Hát voltak pillanatok, amikor nem annyira, de egyébként ez a közhangulat egyébként igen, az egy magával ragadó volt. Ez meg pozitív volt. Sok negatív után, sok ilyen izi után volt egy pozitív hangulata az egésznek. Egyébként direkt néztem a közönséget, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy kik mennek ki. Ugye itt a számháború is már, hogy hány ezeren, meg Facebookra meg lehet mozgatni az embereket, és a többi, és a többi. Sokkal többen mentek, mint akire, amennyire bárki is számított valószínűleg. Ugye 30-35 ezerre tippelik. És én néztem az embereket, hogy kik jöttek el. És ez a polgári középréteg is rengeteg fiatal. Ők azok, akik szeretnék azt, hogy valami történjen. És ne az történjen, mint ami eddig mindig, hogy Orbán, Gyurcsány, meg az összes többi ellenzéki kavarás, hanem valami. Semmilyen programot nem fogalmaznak meg magukba. Tehát értitek? Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon képlékeny, és nagyon-nagyon nem biztos, hogy egy irányba tartó réteg. Egy bajuk van Magyarországgal, hogy egy posvány. És most azt gondolják, hogy esetleg valami történt. Tudom, hogy most azt hiszitek, hogy viccelek, de egyébként nem. Amúgy a Csápónak, Magyar Péternek a külleme, és divatos mit volt, és ezt nem negatív értelemben mondom, ebben az esetben, és egy nemzedék bizonyos értelemben magára ismer a viselkedésében, a karakterében, a megnyilvánulásában, azok körében, akik szimpatizálnak már most, meg nem tudom mi, azok körében vannak nagyon sokan, akinek azt tetszik, hogy ez egy szép fiú. És ezt nem pejoratív értelemben mondtam, nehogy félrejtés vagyok. Bennem is van egy kis kulturális viszolygás. Látva azt, hogy hát ez mennyire egy ilyen steril, mennyire egy ilyen nagyon burzsoá és egy ilyen... Egyébként ilyen neres figura. Igen, neres. Igen, ilyen neres érzése van az embernek. De mi van akkor, hogyha egyszerűen a 21. században ilyenek a politikusok? Mi van akkor, hogyha tudomásul kell venni azt, hogy azok a fajta Antall Józsefek, akik a múlt századnak a kultúráját, a múlt századnak a szellemét reprezentálják, azok átadták ezeknek a fajta figuráknak a helyüket. Értem, hogy burzsoá, de akárhogy is, egy nyugatos szellemű figura, aki nagyon nem az a türkmén basi, amelyik Magyarországot uralja jelenleg. Hát ilyen értelemben akárhogy is alternatíva. Lehet, hogy el tudnánk jobbat képzelni, de az a fantáziánk. Álmunkban egy sokkal jobb jelölt váltja le Orbán Viktort, de ez meg a valóság is. A helyzet az, hogy nekem is voltak rossz érzéseim, amikor azt hallottam, hogy hát itt elsősorban Rogán Antallal van a probléma, és hát Orbán Viktor, meg hát tulajdonképpen jó király, stb. Ez még az első Gulyás Mártonos beszélgetés és volt. Robi. Milyen rossz érzésem volt, hogy szintén rossz érzésem volt azzal kapcsolatban, hogy hát egy Orbán nélküli Fidesz, stb. De az a helyzet, hogy tegnap, a tegnapi beszédében Magyar Péter átfogó rendszerkritikát gyakorolt. És abban, amit tegnap elmondott, abban azok, akiknek tényleges elvi konfliktusuk van az Orbán rendszerrel, a saját kifogásaikra, a saját ellenérzéseikre ismertek. Két dolgot, csak nem, két dolgot. Pista. De kettő tényleg. De belém szorul és végem van. Jó, egyet, de vesszővel elválasztva. Hogy az egyik, amit mondtál, Robi, hogy ilyen rossz érzés, milyen neres figura. Basszus, annyi mindent lenyúlt már a NER a magyarságtól kezdve, legalább az eleganciát ne adjuk már oda nekik, de neres figura. Nem, kész, elegáns, az jó. Jó, és a másik. Viktort érez meg. A másik, ja, nekem? Aha. Ez el kell gondolkodnom. Na de hogy a másik az, hogy úgyis lesznek mindjárt, mert Sanyi már nagyon le akarja zárni. Úgyis lesznek közönségkérdések, valaki kérdezze meg Puzsér Robertet, legyen szíves, hogy akkor is rossz érzése volt-e, amikor Magyar Péter Hont Andrást baszogatta. De nem. Amikor Hont Andrást baszogatta. Ne reagálj, Robi, nem igazi kérdés volt. Meg még egy témáról beszélni kell. Orsikám, még egy témáról beszélnünk kell, ne haragudj, és ez egy olyan műsor, aminek van eleje és vége, és muszáj vagyunk, és kb. Egy órának kell lenni, és már most elmúlt az egy óra. Ez alatt elmondtam.
De még van egy témánk, és az, hogy ugye az Európai Unió parlamentje elfogadott egy minimális, hát hogy mondjam, erkölcsi és törvényi meghatározást arra, hogy a sajtónak hogyan kéne a tagállamokban működnie. Hát finoman szólva sem találkozik a Fidesz igényeivel, és hát rögtön ugye szinte szinkronban a CÖF-nek is ment az átlátszónak, hogy amely ellen egyébként már legalább 20 szerkesztőség tiltakozik, pont az a CÖF, amelyik hát ugye több 100 millió forintot költ el, ki tudja, hogy honnan. Erről még kell beszélnünk mindenkinek. Na most legyetek bőbeszédűek. Egyrészt azért is kell róla beszélni, mert az a része az Orbán március 15-i beszédének nem került kellő hangsúlyjal. Bár mondtuk, meg mondtátok, de húzzuk még egyszer alá, ugye, hogy egyébként a szektát azzal akarja kielégíteni, hogy szétverjük Brüsszelt, meg a konfederációt, meg nem tudom mit. Miközben egy rohadt kurva szót nem szólt arról, ami szintén nagyon fontos dolog, hogy azért ez a ennek a háborúnak a genézise és az egész háború addig tart, amíg egyébként, ha úgy tetszik, az Unió össze nem fog, és Orbán nem vágja Putyint. Most Amerika benne lesz ebben, vagy nem, az tök mindegy. Amúgy ez egy uniós kampánybeszéd volt, amit az Orbán elmondott, és sajnos azt kell, hogy mondjam, és ez engem mérhetetlenül idegesít és zavar, hogy az unió és az integráció problémáira az ellenzéknek igazából egy rohadt szava sincs, érdemi szava nincsen. Az új szabályozás, ami a médiával függ össze, az egyébként pontosan arra irányul, és sok szempontból, ha úgy tetszik, tényleg magyar, szinte döntő eleme vagy apropója az, ami Magyarországon kialakult, hogy ne monopolizálhassa a mindenkori állam, így most például a Fidesz ebben az esetben, és a NER és Orbán Viktor, ne monopolizálhassa a médiapiacot, ha ez egyáltalán piac még Magyarországon, vannak piaci szereplők, de piacnak az nem nevezhető, a reklámköltésekre, és különösképpen az állami pénzekkel ne vásárolhasson politikai befolyást. Hát ez itt egyetlen szereplő szabadságát korlátozza, kizárólag, vagy szándékozik korlátozni az államnak a szabadságát. Velünk szemben. Mindannyiunkkal szemben. Nagyon jó az uniós szabályozás egyébként, mert tényleg jó, csak egy kicsit le vannak maradva, tehát így szammognak az események után. Ugye a 2025 őszétől majd az lesz, hogy meg fogják vizsgálni, létrehoznak egy ilyen szervezetet, ami majd meg fogja vizsgálni, hogy bizonyos média egyesülések nem torzítják ki adott országban a piacot. Hát, Kesma, köszöni szépen, majd épp valami 5., 10., nem tudom, olyanik születésnapját fogja ülni. A másik ez az állami költések, hogy valóban az állami pénzeknek az elköltését majd szintén ez a felügyeleti szerv figyeli, és ugye valami olyasmit szeretnének megvalósítani, ami egyébként minden normális, a működő, vagy normálisabban működő országban teljesen hétköznapinak számít, hogy például mondjuk példányszám alapján, vagy nézettség, vagy látogatottság alapján menjenek az állami hirdetések. Nem, hát hogyha az állam el akar, mindig erre hivatkoznak, hát hogy állam el akarja érni az üzeneteivel a polgárokat, akkor miért nem érje legalább a felét. Ugye a nem, kormánypárti médiában nem hirdet az állam. Ennek esetleg talán vége lehet, de akkor se történik semmi, mert majd hirdet a CÖF, majd a CÖF plakátjai lesznek, majd a CÖF egész oldalas hirdetése lesz. A Paksi erőmű, meg az MVM, az meg ugyanaz lelkesen fogja tolni továbbra is a pénzt, nem? Tehát olyan, mintha a erőmű verseny lenne Magyarországon, tehát mintha minden sarkon lenne egy új erőmű is, választhatnék, hogy honnan szeretném az áramot kapni, mert annyit hirdet a Paksi erőmű a nem létező blokkjaival együtt. Az MVM hirdetés is egy vicc. De ezeket mi tudjuk, meg pontosan látjuk. Az Unió nem tud mit kezdeni, ez egy ilyen aljasú, rafináltan kitalált közpénzcsorgatás, vagy a szerencsejáték ZRT-nek a költései. Azt se tudják megfogni. Tehát akkor majd tele lesz izé lottó hirdetéssel a tények. Úgyhogy üdvözlendő, hogy valamit próbálnak tenni. Nagyon egyértelműen ott van a sorok között, nem a sorok között magában a tervezete az elfogadott jogszabályban, hogy nagyon Magyarországról szól ez a történet, csak az a baj, hogy a NER ennél már sokkal előrébb jár. Én is pont azt néztem, amikor
ezeket a kívánalmakat vagy pontokat végigvettük, hogy ugye azt írják, hogy 15%-nál több ne lehessen a, nem tudom, bevételnek, vagy nem tudom, a hirdetési költség, vagy amit a hirdetésre költenek, de pont az nincs, hogy mondjuk kötelezően kéne ellenzéki médiumokat is támogatni, mert ez csak úgy. De hogy közben meg egy csomónak nincsen akkora példányszáma, vagy látogatott száma, hogy mondjuk például, ahol én dolgozom, annak sincs akkora magas kiemelkedő, tehát szerintem a példányszám sem egy jó mérő. Tehát akkor hogyan lehetne, csak ezt nem is lehet jól szabályozni, mert valószínűleg semmilyen külföldi, nem tudom, szabályozó testület nincs felkészülve arra, amit te is mondasz, ami itt van, mert azért ez egészen elképesztő. Extrém. Most kezdik kapizsgálni, hogy működik. Én felmentem a CÖFF-nek az oldalára életemben először, mert kíváncsi voltam erre az átlátszó elleni támadásot, nagyon részletesen van leírva, ugye, hogy mit kezdenek meg, mit akarnak ezzel kezdeni az egésszel. Hatalmas coming out-tal indul a CÖFF oldal, ki van írva nagy zöld betűkkel, hogy külföldről nem támogatott szervezet. Hát tudjuk. Hát tudjuk. Mi támogatjuk, ugye? Kinek van itt ahhoz fantáziája, hogy ez a szabályozás ez majd korlátozni fogja Rogán Antalt bármiben is? Az a helyzet, hogy Orbán Viktor azért szabadságharcol Brüsszel ellen, mert Brüsszel elgyengült. A nyugati civilizáció elgyengült. Európa és Amerika egyaránt. Másokból Európa kivérzett a 20. században, és éberkómában van. Amerika meg a saját polgárháborúját, 19. századi polgárháborúját kell, hogy lejátsza újra a 21. században. A nagy terv, Donald Trump nagy terve, hogy ezúttal ellenkező kimenetellel, tehát ezúttal a konföderáció győzelmével. És ez áll Donald Trumpnak az izolációs politikája mögött. A lényeg, hogy a nyugati civilizációval úgy, ahogy van, most lehet packázni, mert a nyugat éppen visszahúzódik, visszavonulóban van. Trump föladja Amerika világpolitikai, meg világhatalmi státuszát, az Európai Unió meg akarja úszni a történelmet, és lehetőleg ebben az éberkómában hagyják őt békén nyugodtan. És lehetőleg nem akarja megszervezni magát, úgy érdemileg. Lehetőleg ne legyen közös határvédelem, lehetőleg ne legyen közös adópolitika, lehetőleg ne legyen közös diplomácia, lehetőleg ne legyen közös külpolitika, lehetőleg ne legyen közös hadsereg, honvédelem, vagy Európa föderatív védelme, tehát mindezek lehetőleg ne legyenek, hanem legyen ez a bürokrácia, ami tulajdonképpen erőtlen, és az egyetlen titka, amit rejt a bürokrácia mechanizmusa, hogy erőtlen. És Orbán Viktor jól tudja ezt, érzékeli azt, hogy a nyugat elgyengült, és hogy köztes Európát lassan feladja a nyugat, mert nem bírja megtartani. Ez áll az ukrán háború mögött, Putyin ezért meri megtámadni Ukrajnát, és Orbán Viktor pedig jól látható, hogy elsősorban nem olajat meg gázt szállít be Oroszországból, hanem berendezkedést, hatalmi módszertant, rendszert importál Oroszországból. És ennek a változásnak, Európa orosz mintára való átalakításának a mintaállama óhajt lenni Orbán Viktor. Ez áll Orbán Viktor Brüsszel ellen folytatott szabadságharca mögött, és ezért ez jelenti a szuverenitás. Véletlenül sem Moszkvától való szuverenitást jelent, hiszen nem valami erős hatalomtól akarunk szuverének lenni, annak a függését óhajtjuk, főleg akkor, hogyha egy ilyen rendszer nem a fékeket és ellensúlyokat diktálja, megköveteli meg, mint a nyugat, hanem éppen hogy szuronyokat biztosít, amiknek neki lehet dönteni egy ilyen jó kis autoriter rendszert, hogy jó stabil legyen. Ennek megfelelően én úgy látom, hogy elsősorban ezért vagyunk bajban. Azért vagyunk bajban, mert az a nyugat, ami meg kéne, hogy őrizzen minket, meg ami meg kéne, hogy védjen minket, meg ami biztosít, aminek biztosítania kellene az európai normákat, meg az európai jogot, meg a joguralmát a keggyel szemben. Úgy általában a demokráciát, vagy a jogállamiságot, vagy az antikorrupciós szempontokat, az a nyugat önmagát is alig bírja megtartani, és önmagát is alig bírja védelmezni Oroszország befolyásával szemben, nemhogy minket. És ebben a helyzetben mi itt köztes Európában átkerülünk az orosz érdekszférába. És Orbán Viktor rendszere ezt jelzi. Orbán Viktor jól érzékeli ezt. És ez az, amiért persze hozhat akármilyen törvényeket az Európai Unió, de jól látszik, hogy ezeknek
erre a Magyarországra semmiféle kényszerítő ereje nincs, mert Magyarország alapvetően már Oroszország függvénye is, nem az Európai Unió. Ez így van, különben annyit hagyd tegyek hozzá, ha volna időnk, akkor majd onnan elvitatkozhatnánk, hogy úgy van-e, ahogy a Robi félig meddig múltba fordulva mondta azt, hogy nincs közös külpolitika meg izé. Én azt mondom, hogy még nincs, mert ez az unió nem erre szerveződött valamikor, és mondjuk amúgy Európa történeti közhely, hogy amikor, mit tudom én, az integrációs törekvések felerősödtek, hát érdemes beletekinteni De Gaulle életművébe, vagy másokébe, hát bizony akkor a nacionalizmusnak is egyfajta sarjadása, bimbózása történt, mert megjelentek azok a politikai erők, itt is, ott is, meg amott is, amelyek egyébként abban lelték kedvüket és hatalmi legitimációjukat, hogy felszították a ne hívjuk már patriotizmusnak, a nacionalizmust, a világ vicce, ez egyfajta a NER barokkos nyelvújítása. Ez az egyik dolog. Én azt gondolom, hogy Európa előtt az a kihívás van, hogy egy új szövetséget kössön, amiben azok, akik részt akarnak venni, részt vesznek, akik meg nem, ilyen formán, majd akárki is maradhatnak. Mert ezek a kihívások tényleg újak. Abban sincs semmi új, hogy a Trump meg Amerika izolálni akarja magát. Ezt megcsinálták a II. Világháború előtt is. Majd úgy tűnik, hogy meg kell Európa, a Európának és a tagállamoknak is fizetni annak az árát, hogy egyelőre bénult állapotban van. Amúgy elmagyarázta valakinek az Orbán Viktor, hogy mitől jó az, hogyha úgynevezett patrióta politikák kerülnek többségbe? Kinek jó az? Ebből még rettenetes vérfolyam volt mindig Európában. Fölteszi ezt a bús magyar, ezt a rohadt kérdést, hogy mitől olyan kártékony, és mitől lesz ettől majd olyan élhető ez az Európa. Nem teszi föl magának ez a szerencsétlen bús magyar, noha a 150 éveről elég sok mindent elárult mindannyiunknak. Csak a nagyszüleim, az én nagyszüleim generációján ment két világháborúra rajta, azért azok nagyjából tudtak valamit erről, és abban meg mélységesen egyetértek. Genetikusan, ugye amikor föl szokták tenni azt a kérdést, hogy miért állítjuk azt, hogy és egyébként tényleg hülye állítás, hogy az Orbán a Putyin seggéből lók ki. Nem lók ki. Ami ingyen van, azért Putyin se fizet. Neki ez a rendszer, neki ez a szisztéma kell, illetőleg az a játéktér, amit az biztosít számára, nem a zseniális politikai gondolatai, mert ilyen idióta nacionalizmus már régen működött a világban, nincs itt feltalálva semmi új. Itt az Orbánnak az a nagy helyzete van, hogy itt van ez az ország, a maga 1%-os GDP hozzájárulásával Európában, meg a lakosságának azzal a csekély számával, ám de vétójoggal bíró szavazati joga van az Unió központi döntéshozó intézményében. Ez adja az ő értékét. Igazából adhatná az országét is, de csak az övét. A válaszolva, bocsáss meg a kérdésedre. Volt kérdés. Hogy Robi, az volt a kérdés, hogy a bus magyar fölteszi-e magának azt a kérdést, hogy miért is lesz jó a patrió, ő úgy hívja, hogy patrióta a sovinizmust, a patrióta módra átalakuló Európa, vagy a patrióta pártoknak a hatalma Európában, hát azért, mert az orosz csizma nagyot rúg, úgyhogy vigyázba kell vernünk magunkat, ha meg akarjuk úszni. Ez a nagy tudás, ez a nagy történelmi tanulság, amit le kell vonni, és ezt mindenki tudja itt, ez mindenkinek a zsigereiben van. És ez a válasz a kérdésre. A szakkollegák figyelmébe ajánlanám az értelmező szótár műsoridő című fogalmát. Meg a téma fogalmát, mert kicsit elugrottunk a harmadik témánktól is. Igen, meg a téma című fogalmát. Maradunk még, lesznek kérdések, maradunk itt tovább beszélgetni. A műsoridő viszont lejárt. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!